De Dávid, mi a baj? Nem. Na, mi van? Nem akarok róla beszélni. Na, de most komolyan. Hát, nem hallottad, mi történt? Nem mi, mi történt? Hát... Mbappé. Na. Még ő nem a barszába igazolt. Surprise, surprise, még mindig vannak emberek, akik szerint a föld lapos, és voltak emberek, akik Tényleg azt gondolták, hogy a Barcelon fog igazolni Kylian Mbappé, és meglepetésre, ha hiszétek, hiába volt rajta piros póló, végül a Real Madrid játékosa lesz a következő szezonban. Igen, mert az elmúlt hetek erről szóltak, ilyen tudatalatti üzenetek, hogy mit olvasunk ah, ki a jelekből. Igen, 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 igen. Hát se piros póló, se semmi, de lesz szó Real Madridról és Mbappéról. Viszont előtte kezdjünk egy fontos hipsterkedéssel. Na, úgyhogy, no, a spanyol focit. Ez ez, egy ilyen, ez egy ilyen gyerekek, ezt elkezdtük szarkandisra és folytatjuk tovább, hipsterkedés spanyol futball kapcsán, Garcia Pimienta lett a Sevilla vezetőedzője, és akkor mi van? Teszik fel a kérdést egyébként egy 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 sokan. Azt tudom erre mondani, hogy ezt csak azok mondják, akik nem látták Garcia Pimienta bármelyik csapatát játszani, de ki az a Garcia Pimienta? Ő ugye a Barcelonának a az U16-os másodedzőjéből küzdötte fel magát úgy, hogy volt Tényleg a U16-tól U19-ig vezetőedző mindenhol. Barszabé vásod edző, Barszabé vezetőedző. Aztán eljött a pillanat, amikor úgy dönthetett volna a Barszán a vezetősége, hogy kinevezik őt vezetőedzőnek az A csapathoz. Ehelyett Ronald Koeman kapott lehetőséget annak idején a Barcelona kispadján. Annak az eredményét látjuk, ő pedig leült a Las a vezetőedzői pozíciójára, akkor a Las Palmas második ligás volt, igen. És volt is egy top 10, amikor felmerült az a neve egyébként. Aztok. Csak így ajánljuk így magunkat. Így van. Már legalábbis a... titeket így az esőjelenség top 10 -ban. Igen, de ez a Csavi után ajánljuk. Tehát ez, ez, ez ugye ott volt. Igen. Mert hogy Las Palmas nemcsak sikerült feljutni, de úgy, hogy elveszítette egyébként a legjobb játékosát erre a szezonra, Jonathan Vieira-t, sikerült bennmaradni az első osztályban. Mindezt úgy, hogy 7 pontra eltávolodott a kieső zónától, sőt a szezon első felében abszolút a felsőházban házban szerepelt folyamatosan. És ami, amiért fontos ő, az a játékstílus. Tehát, hogyha valamiért lehet szeretni a futballt, akkor pont az a játékstílus, amit ő képvisel. Tehát a Las palmas amit mondom, a, hát a liga leggyengébb, vagy másik leggyengébb kerete volt az elmúlt szezonban, de inkább a, inkább a leggyengébb. Egy ilyen csapattal sikerült a Barcelona és a Real Madrid mögött a másik legtöbb paszt lenyomni az egész azonban. 85,81%-os paszpontossággal szintén a harmadik helyen végzett, és a birtoklás tekintve a második legmagasabb volt a Las palmas a, a mutatója, csak a Barcelona előzte meg. Azt tudom mondani, a másik hogy... A második legtöbb labdabirtoklás? Az azért kemény. Ezért. Az abszolút, abszolút. És hogyha... Én, azt tudom én csak mondani, azt mondjam, hogy amit utoljára mondtál, azt visszamondom mint hogy ja, hogyha, tényleg, hogyha mint a feleségednek szoktad. Ezt igazából uh, mondani, hogyha valaki szerette a Pep Guardiola féle tiki takát, A Guardiola féle tiki takát? Igen, a Guardiola féle tiki takát. <laughs> Ahogy a spanyolok <laughs> most is játszanak ahogy, igen. Nem. Tehát, hogy, hogy annak azt tudom mondani, annak tényleg tudom javasolni a Garcia a féle futballcsapatokat, mert hogy tényleg nagyon-nagyon látszik az, hogy, hogy hogy mi az ő, mi az ő DNS-e igazából, és ez az, amit a Sevillánál fogunk látni a következő szezontól, ahol egyébként most ilyen készletkisöpés zajlik a Sevillánál, tehát hogy Lamella, Oliver Torres biztosan távozik, Navas a következő szezon közepén vonul vissza, Sergio Ramos valószínűleg távozik, van egy csomó játékos kölcsönből, ugye Hannibal, Aguimé, Sumaré, ők valószínűleg visszatérnek a, a, csapathoz, vannak továbbra is egyébként hiány pozíciók, de hogy mivel a játék megvan, így lehet, hogy könnyebben válogatnak majd játékosokat úgy, hogy bárkiket is igazolnak, azok mindenképpen minőségi futballisták lesznek, mint amivel eddig dolgozott a Las Palmasnál igazából Garcia Pimienta. Szerintem szóval ez egy jó döntés, és én azt gondolom, hogy a, a legizgalmasabb focit a La Liga-ban a következő szezonban a Sevilla fogja játszani pont Garcia Pimienta miatt. Kemény, kemény. Hát drukkolunk neki. Végre oda fogunk kapcsolni a szerű a meccset. Én egyébként nem készültem egy ilyen hír pillanatával, mert nem volt egy egész egyszerűen. Most a sajtót, hogy valaki megnézi, aki éppen nem kapcsolt el. Tehát, hogy ha még itt vagy, akkor ha megnézed a mostani sajtót, temmény. akkor nagyjából arról szólnak a hírek, hogy BR döntött nyert a Real Madrid, az Európa-bajnokságon mi lesz, és egyébként erről csináltak egy tök jó top 10-et ilyen Power Ranking néven. Vagy akkor a harmadik, hogy Mbappé-t leigazolt a Real Madrid. -ben. Melyikről beszéljük? Melyikről beszéljük? mi lenne, ha beszélnénk arról, hogy Mbappé miért nem a Barcelonába igazolt? Mit szólsz hozzá? Mit szólsz hozzá? Mert hogy azért <tosz> mióta megy ez a húzavona? Te hány éve hallgatod ezt nagyon közel ezt a dolgot? Ugye, tehát olyan érzésem van, mintha hogyha már folyamatosan évek óta erről beszélnénk, hogy Kira Mbappé megy a Real Madridbe, de még csak most történt meg. Igen. Tehát, mint, igen, hogyha, mint hogyha, végvettük volna az összes Star Wars előzmény filmet, és most érkeznénk el az epizód 4 ez még csak. <laughs> igen, csak most így lineárisan követtük, tehát nem volt ilyen ugrálás időségokban, mint a Star wars -en. Hát igen, mert hogy szerintem ez ilyen 2022-ben kezdődött, tehát nagyjából két évén. Arra emlékszem, hogy akkor raktam ki egy ilyen képet a, a Facebook profilomra, Mutatom. ami arról szólt, hogy az átigazási pletykák az egy zaj. Azóta utálom őket. És egyébként az egyetlen jel, és az egyetlen dolog, amire figyelni kell, az az, hogy Kilian Mbappé egy Real Madrid címeres fal előtt áll Florentino Perezzel, és éppen kezet fognak, és csak másik kezével meg aláír egy szerződést, tehát hogy nagyjából csak ez legyen. És akkor most egyébként nemrég kiraktak egy ilyen kommunikáló officiált, így a a Real Madridnak a hivatalos honlapján, tehát hogy hí, végre hivatalossá tették, és akkor most vagyunk 2024-ben. Tehát, hogy ez tényleg olyan volt, mint a rétes tészt, tehát addig nyújtották, ameddig lehet, a hírgyár az erre ment rá, és akkor mindig, a, tehát hogy nyilván vannak emberek, akik ezt kajálták, és akkor nagyon sokan tették fel ezt a kérdést, most már lassan több mint két éve, hogy akkor Mbappé megy szerinted a Real Madrid-hoz? ha nem a Real meg akkor hova megy? Eddig is egyértelmű volt egyébként, szerintem, hogy a Real Madridhoz megy. A kérdés csak az, hogy kellett ez egyáltalán Real Madridnak, kellett az, hogy Mbappé -e oda menjen? Mert akkor, hogy igazából mit fog hozni mbappé -e a Real Madridhoz? Még itt egy kicsit a bemutatás kapcsán, ugye, mi az, ami a Real Madrid hivatalos oldalán van? Egy ilyen kétsoros, egy kétsoros egy ilyen lábi Egy hogy, officer, hogy igen. amúgy a Real Madridhoz igazol ki Mbappé, -e, mi van a social felületeken, egy kiváló összevágás mbappé -e. Monakós, Paris Saint-Germain, meg francia válogatottas uh, mérkőzéseiből egy ilyen három perces sorét lehet igazából megnézni. Fantasztikus. Így kell bemutatni a világ legjobb játékosát? Tehát ez, ez, ez a módja? És én értem, hogy LB előtt vagyunk. Én azt is értem, hogy most a francia válogatott a fontosabb Kirin mbappé de tényleg ez, tehát így, ez a bemutató, ez szerintem ez, ez, ez nem méltó Mbappéhoz, és nem, méltó a Real Madridhoz sem. Szerintem csak Zapszem van a seggedben. Tehát, ah. hogy lesz majd ilyen stadionavató, vagy stadion bemutató, ugyanúgy a Christian ronaldo és ahol azt hiszem, ha jól tudom, de aztán lehet, hogy tévedek, de hogy ott ingyenes a belépés, és akkor majd biztos lesz, hogy olyan, amikor Mbappé ilyen fehér mezben kimegy, és akkor integet a közönségnek, úgyhogy szerintem ezzel csak elejét vették annak, hogy az egész lb n igazából az egész sajtó azt kérdezi Mbappét, hogy akkor ugye mész rá Madridhoz, és akkor végre, végre ezt le tudják. De egyébként azon gondolkodtam, amikor bejelentették, meg így olvastam a, a, híreket, hogy akkor végre hivatalos, hogy akkor ki fogja ezek után nézni a francia bajnokságot? hogy... <laughs> <Mert, gül> te, nézel azon... és beszámolsz róla. <laughs> igen, igen, a hét pillanatában, amikor nem pimientáról lesz szó, de hogy ez a... Tehát, hogy nem, egy, ilyen, egy találós kérdés, csak így feléd is. Tudod, de, tehát, hogy azt szerintem kb. mindenki tudja, hogy a francia góllövő lista királya, vagy gól királya az ugye Mbappé -re. De ki lett a második? Lacazette? És? A, -a Mayang. Is? Hát Obama egy kicsit hátrébb van, hogy azt hiszem a harmadik lett, de van még egy másik második. Akkor passzolok. Egyébként figyelj, Jonathan David. Tehát, hogy most Jonathan <laughs> David és Alex Lacazette lett a legnagyobb név Franciaországban. Erről beszélünk. Tehát én értem, hogy el kellett, meg kellett válni annak idején messzi tömeg, nem ártam, de hát, hogy most, hogy ki fog oda kapcsolni? Nem tudom, fogalmam sincs. De egyébként nagyon vicces, hogy ugye az átigazási plegykáknak meg vége, tehát hogy nincs az, hogy akkor MPP Madridban lefényképezték, és lila órája volt, és nem tudom, de hogy most már ilyen hírek vannak, Atletiken olvastam ilyet, hogy leszimuláltuk Mbappé karrierjét a Real Madridban, futballmenedzserben. Ó! Oh. <laughs> és így, és így <laughs> ott, hogy Jézus Isten, tehát akkor, akkor ezt minden évben újra fogják venni, hogy akkor az első év után leszimuláltuk a futballmenedzserben a karrierjét, tehát, hogy na, szerintem próbáljunk meg így a sportszakmai részén maradni, aztán nyilván el lehet lavírozni, csak hogy, tehát, hogy ne, ne menjünk el ilyen irányokban, mert akkor az, az, véget nem érő ilyen szaga ez megint. De figyelj már, ha már ilyen szimulációnál van szó, akkor így nem, szimál, nem szimuláljuk le azt, hogy mi történt vele Párizsban, vagy hogy mennyire volt jó igazából Párizsban? Meg szerintem Igen? ezt ő is így éri meg, hogy ez meg sem történt, csak, ez csak, egy szimuláció volt, ez csak így a Matrixban így ott volt. Mert, és mert engem azért is érdekelne, mert hogy én azt láttam, hogy amikor a szurkolóktól köszönt el, akkor óriási fanatizmus volt felé, én szerintem a hozzáállása Párizsban mindig parádés volt, ugyanakkor meg van itt ez a 80 millió eurós hűségbónusz, amit elvileg akkor kap, hogyha áprilisban még a Paris saint játékosa, és hát elvileg akkor még az volt. Hát és ezt a Párizs nem nagyon akarja kifizetni neki, és ugye volt az a híres nem megköszönés az elnök úrnak, ugye? És hogyha valaki esetleg a Kylian Mbappé a posztjai között nézte a sztorikat, akkor volt egy kép, ahol egy, egy ilyen lánctörés látszik igazából, egy uh -huh. ilyen naplementés lánctörés, hogy most akkor szerinted milyen érzésekkel távozik Mbappé ettől a Páristól? Szerintem úgy, hogy végre megszabadult. Hogy, ne, hogy ez igaz volt-e, hogy bilincsekben, ezt nem tudom, de hogy, de hogy most így a francia sajtót bújva, meg olvasva, az tényleg az látszik, hogy Állítólag volt egy ilyen nyilatkozat is, amikor arról beszélt, hogy, hogy Luis Ericék, vagy nem, nem tehát, hogy a, 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 párizsi vezetőség azt mondta neki, hogy nem fog többet játszani, és hogy el fogják adni pénzét. És hogy állítólag Louis Campos meg Louis Enrique volt, aki, aki ugye közben állt, vagy így legalábbis kardoskodott érte, és, és ők mentették meg az ő karrierjét, vagy legalábbis az ő évét így a Párizsban. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy ment így a Skander a párizsi vezetőkkel, és tényleg, tehát hogy ne, már pedig te itt vagy, és itt maradsz, és közben meg nem vágyódhatsz el, tehát hogy ez a részét, ezt a részét még értem. Szerintem Párizsban nagyon toxikus volt ez az egész. Tehát ugye arról beszélünk már évek óta, hogy Párizsban ez mennyire nehézkes volt. Most ez egy kicsit kezd talán megváltozni, aztán meg meglátjuk, hogy hosszú távon ez mennyire fog megmaradni, de hogy amikor ő hosszabbított, akkor nagyjából az volt a mondás, hogy tessék, itt van a fegyver, nyugodtan maradjál. És akkor mbappé szerintem nagyon imponált ez, hogy tulajdonképpen egy olyan klubnál vagyok, ahol van beleszólásom a dolgokba. Hogy mennyire, mennyi beleszólása volt, ezt nem tudjuk meg. Akkoriban úgy tűnt, hogy akkor a szakmai dolgokba is bele tud keveredni. Ugye Macron, a, a köztársasági elnök is, hát így uh, előtte, és akkor úgy volt, hogy hát mégiscsak maradjál itt Kilian. És akkor mellette ugye Bondi, tehát hogy ő konkrétan párizsi születésű. Ezeket így egybeveszed, meg nyilván a pénzt is, akkor ez nagyon jól tud hangozni. És szerintem a hosszabbítása mögött ezek a tényezők voltak. És akkor mindezek mellett ugye az volt a mondás, hogy persze, hát Real Madridban nem biztos, hogy ez menni fog. De hát ott van, hogy 25 éves, ha valamikor el kell jönni egy karrierváltásnak, akkor most kell eljönni. Amikor 25, amikor még igazából van ideje, de azért már olyan nagyon sok nincsen. Úgyhogy igazából szerintem a madridi váltás mellett igazából ez szólt. Mm. Szerintem Kylian Mbappé most, most kijelenthető, hogy a jelen pillanatban a világ legjobb futbalistája, én azt gondolom. Tehát, hogy hogy, és hogyha azt nézzük, hogy miért ilyen kiemelkedők a persze sebesség, meg gólérzékenység, meg egyebek, de hogy tipikusan egy ilyen clutch player egyébként kiléne Mbappé. És ez, ez az, ennek az összessége annyira belepasszol egyébként a Real Madridnak így. Mondhatjuk, hogy a, játékában eredményességében, tehát hány olyan mérkőzés lesz majd, amikor Mbappé simán fordít igazából 1 0 as 2 0 hátrányból, simán benne van igazából. De hogy hol fog ő játszani, hol, hol látjuk Mbappé-nak a pozícióját, én amiatt mondjuk egy pár hónapja én még aggódtam, hogy, de hogy, ez hogy fog kinézni, ez pontosan kinek a kárára fog megtörténni ez, a, ez az átigazolás, de Carlo Ancelotti itt a bajnokok ligája hajrában, majd mondjuk így a kieséses szakasznak a végén, engem meggyőzött, hogy megvan a helye Mbappénak, és mégpedig úgy, hogy valószínűleg... is meg fogja majd találni. Meg fogja találni, de, még, de hogy, de hogy hogyan? Mert hogy ugye vinicius úgy, úgy gondoltuk, hogy korábban csak a bal oldalról indul, Rodrigo lesz középen, a jobb oldali szélességet meg ebben a az szezonban egyébként Carvajal tartotta. Én szerintem ez, ez, változni fog egy kicsit, és úgy rodrigo át lehet tenni igazából a jobb oldali területre, és a vinicius Mbappé duó közül pedig lehet azt játszani, amit egyébként sokszor láttunk a Párizsban mondjuk, mondjuk Kolomuánival hogyan, hogyan játsza meg igazából, vagy, vagy még volt Dembelével is ilyen sztori, hogy, hogy ki az, aki balról indul éppen, ki az, aki középen van, és ez mérkőzés közben is lehet, hogy váltakozni fog igazából. És, és, láttuk azt is, hogy milyen az, amikor Vinicius Junior játszik igazából középen, és a játszik Rodrigo, hogy ez jól tudtak összejönni, összejönni, ezek a dolgok. Így, hogy Kroosz visszavonul, így szerintem össze állni egyébként a mögött, a hármas mögött, az a dupla szűrű, amit már várunk egy pár éve, a Kamavinga-Chuaméni dupla szűrő, és így nem kell belingemnek feltétlen mélyre visszajönnie, vagy mélyebben szerepelni, hanem maradhat továbbra is a magasabb pozícióban, és továbbra is érkezhet ilyen hatékonyan a, a kapu elé. Én azt gondolom, hogy egy ilyen, egy ilyen formációban, ilyen ilyen összetételben látom azt, hogy hogyan tudnak egyébként egészségesen mozogni ezek a játékosok úgy, hogy a Real Madrid továbbra is eredményes lesz. Egyébként az érdekes, amit mondasz, hogy... 2003 környékén, ugye Florentino Pereznek az első elnöksége idején, ugye minden arról szólt, hogy Real Madrid Galactico. Ugye akkor voltunk kamaszok. De ugye Real Madrid akkor, akkor nagyon úgy nézett ki, mint egy ilyen megalomán embernek így az, az ilyen lázáma. Tehát, hogy ez a, elhívta ugye Figo, Zidant, Bekemet, aztán jött Ronaldo. De hát nem emlékszem, hogy mondta, hogy az a torony az figó, az a torony zidán, az meg te bekem. Mert, mert ugye nagyon fontos, hogy Perez ugye építési vállalkozó, tehát Pontosabb. így gondolkodik egyébként, tehát toronyházakban gondolkodik. Igen, és hogy, és hogy ennek lett a szimbólum egy kicsit az, amikor Michaelillét elengedték, és mm. akkor ő a Chelsea-nél nagyon fontos játékos lett, és akkor az volt, hogy a Real Madrid az ilyen pavonok, meg zidánoknak a csapata, tehát hogy veszünk ilyen sztárokat, de közben ilyen saját nevelésű fiataljaink is lesznek, de közben nem figyeltünk arra, hogy azok a játékosok, akik egyébként a csapatnak a tartó oszlopai, akik nélkül a sztárok nem tudnak meglenni, hát azoktól meg megváltunk. És szerintem ebből valamennyire tanult Perez, és hogy igazából a keretet már nem úgy építi, hogy akkor azt mondja, hogy figyelj, minden évben hozunk egy ilyen sztárt, és akkor ez az Mbappé igazolás kicsit ilyen nekem. Uh, Miközben szerintem egyébként egy ilyen egy két éve csináltunk egy ilyen statisztikai, nem tudom, összehasonlítás, profilozást, hogy tulajdonképpen nagyon hasonló tud profilra, profilra, mint Vinicius Junior. Mert Vinicius akkor igazából Benzema mellett volt, és akkor az volt a mondás, hogy persze kell egy csatár, aki visszalép, és akkor, és akkor tök jó, a gyorsaságát ott a bal szélen ki lehet használni. De ugye idén jött egy új szerepkör, Ancelotti kitalálta azt, hogy akkor Vinicius nem a bal fog játszani, hanem egy kicsit közelebb teszük, tehát hogy igazából az idei Vinícius közelebb állt a mai, vagy az akkori Benzemához, mint a korábbi Vinícius, és hogy igazából hátal a kapunak labdákat vett fel, kóricált a szabad területekben, felvett labdákat, és akkor azokat játszotta tovább. És hogy rájöttünk, hogy vagy a világ láthatta, hogy ancelotti ez az innováció, ez működik. Tehát, hogy Vinícius tök jól működik, és ilyen szempontból beleillik ebbe az egészbe Mbappé, úgyhogy valószínűleg ez lesz, hogy Ancelotti ki fog találni valamit, és nem az lesz, amire gondoltunk mondjuk két éve, hogy hogy igazából Vinicius meg Mbappé ki fogja oltani egymást. Hogy öltözőben aztán ez mennyire fog működni, az más kérdés, mert hogy Mbappé mégiscsak a legjobban fizetett játékos lesz, aki hát azért ott a hierarchiát egy kicsit meg fogja bontani, és akkor még nem beszéltünk Endrikről is, tehát hogy mindaz, amit Jó, idén, jó, ízzük, jó? Endrik Ezt csak Egrik tartom fogadom, el, <síns> tőled <nem. síns> De hogy ugye volt ez a Vinicius Rodrigo mögöttük Bellingham, és akkor tulajdonképpen hozott hozott a következő nyáron Mbappét, meg Endrikit, és hogy két olyan ember, akik igazából magasabban tudnak érvényesülni, nem mélyebben, tehát hogy szerintem hatással inkább Bellingemre lesz, aki majd mélyebben fog tudni majd játszani, aztán majd meglátjuk. De nyilván Ancelotit kell megkérdezni. Ancelotti-ban szerintem megvan ez a lehető, vagy ez a, ez a fajta ilyen potenciál, hogy ő inkább azt mondja, hogy a játékosokhoz igazítja majd a játékát, és nem az van, hogy figyelj, én mindig három védővel játszok, és akkor mindig ilyen, fogunk ilyen is beszélni. És akkor, és akkor ehhez fogja majd igazítani a csapatjátékot, és nem, nem egy ilyen merev játékstruktúrát fog elképzelni. Ez nagyon fontos, amit mondasz, tehát, hogy Károly Ancsolti személye lehet a biztosíték arra, hogy megoldja ezt a, ezt a, 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 bocs, mindenkinek ilyen problémát kívánok, ezt, ezt a problémát. Szerintem mondjuk Luis hogy hogyha már Paris saint hozta, sokkal nehezebben tudná ezt igazából kezelni ezt a dolgot, vagy Conte, ugye, akiről nem sokára beszélni fogunk, ugyanezt, ugyanazt érzem, hogy nem mindenki tudná ilyen jól kezelni ezeket a dolgokat, és ez nagyon kellettek egyébként Kárló Ancsolatinak a pályafutása, az edzői pályafutása elején lévő pofonok, amikor ő is ilyen ragaszkodó volt igazából. Szerepkörökhöz, játékszerkezethez főleg, és ez az, ez az aminek a gyümölcsét igazából most a Real Madrid learadhatja. majd a következő szezonokban bőven. <Szorz> Szerintem még beszélünk arról, hogy csak, hogy hogyan engedhetik meg maguknak, mert hogy az Mbappének a fizúja az mégis majdnem egy másfél millió euró volt hetente Párizsban, miközben legtöbbet a Real Madridban a, a Toni Kroos kereste, és az ilyen 460 ezer volt, tehát hogy nagyjából ilyen háromszoros pénz Mbappének a párizsi fizúja Toni Krooshoz képest, de ugye Kroos elmegy, tehát valamennyire ez felszabadul, de hogy egyébként pénzügyileg szerintem, és egy kicsit visszatérek ahhoz, amit mondtam, hogy ezeket a békjókat jobban elengedték. Tehát a, korábban ugye már nem tudom, Mezut megváltak, Di és akkor az elmúlt években ugye ahogyan megváltak casemiro Varántól, Sergio ramos -tól, -tól, és közben meg ugye elengedtek ilyen nagyon sok fiatal, tehát Hakimi, meg Teo Hernandez, tehát hogy igazából Perez szerintem ez jól látta, hogy, hogy ki az, akitől meg kell válni időben, és akkor neki szervezünk egy ilyen könnyel áztatott sajtótájékoztatót, és akkor, és akkor kész. Miközben egyébként a piacon meg nem őrültek meg, tehát nem kezdtek el ilyen sztárokat venni, hogy akkor tessék, idén Holland, jövőre Mbappé, és akkor nem tudom, három év múlva még egy sztár. Tehát hogy pont ezt a galaktikót ezt nem éljük meg. Miközben... Ez, pont, ez, nagyon fontos, amit mondasz, hogy, 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 hogy ugye, ugye egyrészt futott egy stadion építés, amikor Az, viszonylag konszolidáltan mondani. vásároltak játékosokat, hogy Persze, kifizettek nagy pénzt, mondjuk ki kifizettek nagy pénzt Bellingemre, bár akkor már kész volt a stadion, meg, Mondjuk, hogy kifizettek viszonylag nagy pénzt Kamavingára, de ez csak ilyen 30-valahány millió euró volt igazából. De hogy korábban azért volt olyan időszak, amikor konkrétan senkit nem vettek a 2021-es szezonban, mert azt mondták, hogy hoho, -ho -ho, COVID van, oké. Okay akkor itt mi, még konszolidáljuk azt a dolgot, úgyis megy a stadionépítés, és majd átvészeljük ezt az időszakot. Tehát, hogy előtte volt nagy bevásárlás, ugye, amikor jött a Hazard, Jovic, és a többi, és a többi, az. nem is, nem is feltétlen váltak. Hazard, Jovic, ezek a nevek azért... Igen, nem nem ugye, de hát ugye, ugye volt 63 millió, Hazard volt 120 millió euró, tehát, hogy Ferlán Mendi volt 48 millió euró, Éder Militeó volt 50 millió euró, mondjuk az megérte, Rodrigo volt 45 millió euró, Reiner 30 millió euró. <gül> <gül> hát az Igen, fél, de hogy, tehát ezek azért alapos mellényúlások, az És látszott, látszott az, hogy ilyen letették ezt a nagy pénzt olyan játékosok, akik nem váltak be. De közben a stadion bővítés, vagy ilyen, hát hívjuk ezt átalakításnak, az mégiscsak azt hozta, hogy persze ehhez hiteleket kellett felvenni, de mondjuk Télos Swift két meccs között ad egy teltházas koncertet, Igen. és akkor az is növeli az árbevételt, és akkor ez egy ilyen, egy ilyen investálás a jövőben. A csapatok a... közül azért azt tegyük hozzá, hogy a Real Madrid bőven a legstabilabb anyagi helyzetben van, és ez, ez abszolút Florentino Pereznek a, a munkájának köszönhető, hogy, hogy abban a kulcspillanatban, amikor más csapatok elszálltak, ő inkább konszolidált, és azt mondta, hogy jó, akkor inkább, inkább a, a, a már elköltött pénzeket próbáljuk meg valamilyen szinten behozni, valamilyen szinten tartalékolni, és konkrétan nem fizettek játékosok, nem vásároltak játékosokat. És itt a, a fizetésekre is ugye rátértünk. Te is tehát hogy azok a játékosok kaptak igazán nagy fizetéseket, akik már hosszú ide a játszanak, fontos játékosok, és ugye a szerződés hosszabbításuk által emelkedett meg igazából a fizetésük, azonnal azért nem feltétlenül az van, hogy ha idegazolsz hozzánk, akkor rohadt sok pénzt fogsz keresni. Én azt gondolom egyébként, hogy még erről nincsenek hivatalos információk, hogy mbp pontosan mennyi pénzt fog keresni, mennyi az aláírási pénz és a gyebek, mert az aláírási pénz biztos, hogy sok. De hogy mennyi pénzt fog keresni, szerintem kevesebbet, mint Párizsban. Én azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez, egy, ez egy kevesebbet fizető klub lesz, mint a Paris Saint-Germain, és ez, ezt valahol meg is tudom érteni, mert hogy a Real Madrid egy, egy erősebb rend, jóval, mint a, mint a Paris Saint-Germain. Igen, és hogy ez egy pénzügyek nagyon egészséges klub. Tehát a, a bérkeretük, azon rögtön, hogy a bérkeretük a teljes árbevétel 49%-a, és egyébként a Liga megengedi 70-ig hány fogad van Batman 40 vagy 70? Igen. Tehát, hogy ez a, tehát hogy bőven van még itt mozgástér, ahol azt mondod, hogy el lehet menni 70-ig, de ugye mbappé az érkezése olyan szempontból lehet hatásra a többiekre, mert játékban azt mondtuk, hogy persze meg lehet találni a helyét, de hogy ha majd jön a, mondjuk a Bellinghamnek vagy a Vinicius Juniornak a szerződés hosszabbítása, hát azért ember legyen a talpán, aki ezt, aki Úgyhogy ott van Mbappé, és akkor lehet, hogy nem fog annyit keresni, mint Párizsban, hogy ezt a második millió eurót, de hogy ha, ha kevesebb is, az is nagyon sok lesz. És hogy a többi mi milyen hatással lesz, hát ezt nem tudom, hogy hogy fogják letélelni. Beszéljünk Antonio conte de csak José Mourinho után, aki a fenerbahce igazolt. Atya úristen, és hogy ez, tudod, mint érzek, hogy ez valahol egy ilyen megben kötött házasság. És ez, 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 itt nem a játékra gondolok, nem ezt a játékosokra gondolok. Mondom, mire gondolok láttam képeket, hogy hogyan viselkedett José Mourinho már a Fenerbahce fanok között. Imádják, tehát ha valakit imádnak a törökök, azok a futbalisták, futballedzők. És nyilván minden egyes kisebb, nagyobb névért annyira tudnak rajongani a törökök, hogy ez valami egészen parád és egészen elképesztő. Tehát, hogy szerintem erről bárki, aki járt már, vagy nem is járt, látott Törökországban futballmérkőzés, vagy, vagy akár csak felkészülési mérkőzésekre volt, vagy ha megkérdez olyan mondjuk magyar csapatokat, akik elmentek Törökországba edzőtáborozni, és ott mi volt a barátságos mérkőzéseken, felkészülési meccseken, azok bőven tudnak erről igazából beszélni. Josi Mourinho imádja, imádni fogja ezt a közeget, imádni fogja ezt a környezetet, ezt a, ezt a fanatizmust, ami egyébként körül fogja őt rajongani, és már körül is rajongja. Meg egyébként szerintem a közeg is imádni fogja a Mourinho Abszolút. Én a szempontból. Abszolút. Tehát, ez a heves a... meg a meccseken való mutogatás, meg akár kiállítatás, ami szerintem lesz néhány, szerintem ezt a közönség díjazni fogja. Én azt gondolom. Ez oké, okay, hogy mennyi, te azt érezted, hogy mennyben köttetett házasság. Én amikor meghallottam ezt a hírt, akkor arra gondoltam, hogy úristen, ha valaki öt éve azt mondja nekem, hogy figyelj, az átikozási ablakban nyáron lesz majd egy ilyen, egy ilyen néhány hét, amikor nem lesz munkája Zsuzsi Mourinho nak Antonio Conte Thomas Tuchelnek, meg Mauricio Pochettino, akkor azt mondom, hogy mi van? Tehát Miközben meg egyébként mourinho január óta nem volt munkája, csak hogy tök érdekes az, hogy, hogy Európában a top klubok már azt mondják, hogy oké, okay, most, most ezt így hozta, hogy, hogy egyébként nem kell nekünk Mourinho, és hogy igazából ha azt nézem, hogy figyelj, az ember nem tudom, 2004 környékén ő egy hatalmas névnek számított. Majd ezt elmondhatjuk, hogy akkoriban hogy igazából hogy honnan, jó, hogy honnan, hova jutott el. Én nem gondoltam volna azért, hogy Fenerbahce lesz azt Még akkor is azt mondom, hogy persze ez egy olyan klub, meg egy olyan közeg, ahol, ahol valószínűleg nagyon jól fog tenni az, hogy utolsó percben mondjuk a csapat rúg egy gólt, és akkor kimel szög lesz és akkor felemeli, és akkor, izé, és akkor megmutathatja a közönségnek, hogy ő is ott van. Mm. Szerintem Zsózim ilyen tekintetben, ha nézzük sportszakmailag, akkor én azt gondolom, hogy amúgy a helyére kerül Zsózim Mourinho. És ez nem bántás, nem, nem rossz indulat, hanem egész egyszerűen Zsózim Mourinho feje fölött a, a topligás top csapatoknak a top futballja az elrepült. Szerintem az, az elszállt igazából fölötte, és nem tudott, nem tudott megújulni, hanem egyre, egyre mélyebben és egyre hosszabban tolta be azt a buszt a, a kapu elé, a bármelyik csapatánál futballozott. És ügyen. Én ettől félek egy kicsit, hogy a Fenerbahce az egy sikertelen csapat jelenleg. Folyamatosan az elmúlt szezonokban második helyen szerepelnek, és voltak harmadikok is, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy 10 éve nem nyertek bajnokságot. A 2013-14. szezon óta nem nyert bajnokságot a Fenerbahce. Azon rögtön, hogy volt olyan, amikor másodikak lettek, 99 ponttal. Igen. Igen. <laughs> Tehát, hogy... De hogy pont ez a lényeg, hogy ha most a Fenerbahce azért igazolja le José Mourinho-t, mert két, két opció lehet. Ha azért igazolja le, hogy végre legyen meg a trófea, akkor szerintem szóval van miért aggódni. Ha azért igazolja le, hogy elfedje a, a, ezt, a, ezt a, a, vezetőség felé irányuló gyűlöletet egy José mourinho val akkor viszont értem a vezetőség döntését, mert hogy ugye nem lettek bajnok a és a szurkolók közül azért hát többen az elnök, elnök képeit ilyen késekkel vágták össze-vissza, a tüntetések voltak, szóval, hogy azért vannak, vannak ellenszenves megnyilvánulások is a rossz teljesítménynek köszönhetően. Tehát, hogyha nem tudom, hogy mi a cél ezzel, mert hogyha az, hogy jó, akkor itt hozzuk a hozót, akkor szerintem ez egy rossz ötlet, ha viszont egy ilyen elfedés kell, akkor erre szerintem ez egy jó marketing stratégia. Tudod, mi a cél? Politika. Politika hmm. van most, mert hogy a Fenerbácsinál most elnökválasztás van, és ugye vannak jelöltek, tehát kampányidőszak van, és az a vicces, hogy az egyik jelölt, az is Yildirim, azt mondta, hogy akkor ha én nyerek, akkor idehozom Mourinho-t. És ehhez képest, hogy a másik jelölt hozta el, és akkor rámentek erre. Úgyhogy, úgyhogy érezhető, hogy van egy ilyen hajtás ugye, a dolog mögött. A másrészt pedig szerintem azon, amit te az, hogy, hogy a Fenerbácsa az az örök másik Törökországban. Tehát, hogy, hogy ahhoz képest, hogy mennyi sok pontot gyűjtenek össze 2014 óta, tehát az elmúlt tíz évben, ahhoz képest ugye nem nyernek. És hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy itt a klub, és azt lehet mondani, hogy figyelj, nagyon közel vagyunk az első helyhez, kellene egy ember, aki, akivel tudunk nyerni, akivel meg tudjuk tenni, vagy meg tudjuk ugrani azt a nagyon kicsi lépést, hát legyen az a José Mourinho. És hogy ehhez képest egy olyan klub, aki nagyon közel jár hozzá, hogy nyerjen, de mégsem nyer, elhoz azt az edzőt, akit, akit a győzelmet azonosítják, mint most is. Milyen a keret? Milyen a keret erről azért beszélünk? Ugye vannak, vannak neves, idősebb játékosok, de tényleg jó nevű futbalisták, meg vannak azért szerintem jó török futbalisták is a, a keretben. Tehát mondjuk, ha ilyen neves játékosokat nézzük, ott van J.K. Bacsuai, még csak 30 éves, mindegy, zárva bezárva. Dusan Tadic, ott van Fred, ugye Livákovics, a horvát válogatottak a, a kapusa, Kronics, Szimánszki, ezek, ezek jó nevű, európai szinten is jó nevű játékosok. Ugye törökök közül ott van Csengi Ünder, aki óriási sztár Törökországban, és Kadi is ott van, akit meg egyébként az Arzenál figyel egyébként védő pozícióban. Szóval ezek, ezek, ezek jó, jó játékosok. Ki? Nem figyelünk. Ja, meg. értem, mi? bocs. Én kérek elnézést, akik tele vannak pénzzel, bárkit megvehetnek. Igen. Ugyanakkor meg a Fenerbahce egy, egy okosan működő vállalkozás. Tehát nem arról van szó, hogy gyakran főre veszik a, a sztárjátékosokat, hanem arról van szó, hogy közben egyébként jól is értékesítenek futballistákat. az elmúlt időszakban az életek Árda Gülert a Real Madridnak Szalai Attilán is nagyon sok pénzt kerestek, Kim is nagyon sok pénzt kerestek, Vedat Muricsit eladták annal, hogy a Lációba, rajta is nagyon sok pénzt kerestek, Elmászt, Simon Kiert ugye a Szeviába, ezek mind ilyen plusz 10 milliós igazolások, értékesítések voltak. Tehát, hogy igazából racionálisan vásárolnak, és racionálisan adnak el, hogyha ha jönnek vevő szándékok, akkor bárki eladó igazából a Fenerbahce részéről, és ilyen szempontból ez nem egy ilyen, nem egy ilyen agyatlan felvásárlás igazából, mint amit mondjuk a szaudi klubok csinálnak. Igen, igen. De egy visszatérve egy kicsit ahhoz, hogy Mourinho, amikor megérkezett, ilyen 2003-2004 környékén, ő egy ilyen forradalmár volt. Tehát, hogy megérkezett az angol bajnokságban, mint B1 győztes a Portóval, és ugye addig az angol bajnokságban mindenki 4 4 2 vel játszott. És emlékszem, hogy megérkezett Mourinho, és elkezdett ilyen 4-3-3-mal támadni, és akkor mindig volt egy plusz emberet a középen, ő volt klón, és akkor hihetetlen innováció volt az akkor. Nem, 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 igazából nagyon sokan átvették ezt, de hogy akkor, akkor azt érezte a közegen, hogy ez a lehet ilyennel is játszani, nem csak a 4-2 létezik. Tehát, hogy ugye Pep Guardiola mondja azt, hogy football is evolution, tehát hogy a fut, foci igazából egy evolúció, tehát hogy most 2024-ben a foci jobb, mint 2015-ben mondjuk. És hogy ez, ez, mindig más, és mindig kell valami újat mutatni, és azt mindig látod. Erről beszéltünk, hogy Pep Guardiolának már volt ugye több iterációja, több verziója is, hogy hogy akkor védők nélkül védőkkel, csak belső védőket. Csatár nélkül, valamit. igen. Csatár nélkül. És Murinyónál ez, ez nincs. Miközben a klubok jelenleg, most szerintem kezdenek afelé tolódni, hogy azt mondják, hogy kettő dolog kell, kellenek a fenntartható eredmények, meg kell az, hogy játékban is mutass valamit. És így Murinyónál ezt nem nagyon érzed. És hogy ennek ellenére, persze egy olyan edző, aki egy Fenerbácsinál, ha azt mondod, hogy tessék azt a kislépést, tehát meg a, izé, nyerjünk feled, tök jó, ez menni fog, de hogy igazából ez a fenntartható eredmény, ezt nem nagyon láthatod, hogy ilyen 5-6-7 évig egy ilyen komplett dinasztiát fog kiépíteni. Itt a Fenerbahce kapcsán itt a konferenciilig érdemes megemlíteni, ők ugye az olimpiákosztól este kivégül egy 11-es párbajban. És lehet, hogy abban bízik a Fenerbahce, hogy majd ezen az európai szintéren, itt ha nem is az első, de mondjuk a másodlagos vagy harmadlagos kupa, versenysorozatban hát ha tud hozni eredményt, mert ilyen tekintetben az AS már azért hozott eredményt. Konferencia Liga győzelem, Európa Liga döntő, aztán itt az utolsó szezonjában már nem tudta végigvinni a történetet. Én inkább őt a bajnokságban féltem, az Mourinho-t, mert szerintem a, ezekre az egyenes kieséses párharcokon még szerintem tud jól kinézni az, hogy elsődleges cél, hogy ne kapjunk gólt, és vannak olyan játékosok a keretben, mondjuk a Fenernek a keretében is, akik mondjuk tényleg egy egy góllal, vagy mondjuk nagyon kevés helyzettel tudnak egyébként jól sárfárkodni, és be tudnak jutni akár tényleg Európai Kupa, hát legmagasabb szintjére is, ami azért nagy eredmény lenne a fenerbahce igen, csak hogy közben, tehát hogy mourinho ez megvan. Ő egy meg, nagyon meggyőző személyiség egyébként, és biztos benne, hogy amikor meg fog érkezni, akkor egyrészt a csapattagjait, akik között nagyon sok a veterán, ahogy felsoroltad, azokat meg lehet győzni, és akkor, és akkor el lehet vinni őket valamerre. És egyébként sikerek is jöhetnek. Csak aztán valahogy mourinho valahogy mindig megromlik a légkör, mindig ilyen túlnyomás alakul ki, és szerintem ez a játszmázás, ami így rá vonatkozik, vagy ez a őt jellemzi, ez egy kicsit megnyomja, vagy egy kicsit így rányomja a bélyegét. Tehát az, hogy mondjuk van egy példának, van egy sértődékeny játékosod, és akkor Mourinho az, aki, csak hogy mit értünk játszmázás alatt, Mourinho az, aki azt mondja, hogy figyelj, az újságban azt írta róla, de a nem tudom melyik riporter, hogy mit szólsz -e ez? Ugye? Akkor mutasd meg neki a pályát. Tehát, hogy el tudom képzelni azt, hogy ez motiválja az ember, csak amikor már nagyon sokat szóra hallod már így több hónap távlatából, akkor egy kicsit már fárasztó ez, hogy akkor most tényleg megint egy riporter nekem megmutatom, hogy én mit érek. Tehát, hogy ez a nem egy riporter, teszem magamat függővé. Egy, egy sztori, szerintem... ehhez. Még a Tatalannak a vezetőedzője volt José Mourinho, és akkor Reguilon volt a, a, bal hátvét poszton. És akkor én úgy emlékszem, hogy talán, mint hogyha talán, ha chelsea játszott, akkor valamilyen mérkőzésen kellett lefognia valamelyik játékost. És Reguilon azt mondta, hogy jó, oké, és hogy lefogta azt a játékos, és akkor azt mondta neki Zsózé hogy oké, akkor azt hiszem, hogy egy ajándék cipőt vesz, vesz neki, ami, Igen. ami. És kapott, kapott egy pár cipőt igazából. Tehát, hogy igyekszik minden játékost ilyen szempontból motiválni, csak hogy uh -huh. valahogy mindenkinek egy, mindenki felé egy ilyen ugyanaz a recept. És szerintem nem minden játékosra jó ez a, ez a, ez a fajta meggyőzési módszer. Meg elfárad. És egyébként ez ilyen tökéletes még közösségi média poszt. Zsózé Mourinho azt mondta, hogy, hogy így motivált az újságból a játékosát. Ez tök jó, csak hosszú távon annyira nem működik. És mellett ott van az, hogy általában a csapatai azok ilyen betonjátékot játszanak. Tehát, hogy ez a leparkolja a buszt, nyilván mindenki azonosítja. És hogy egy nullánál 60. perctől akkor védekezünk, és akkor abból lesz majd kontra. És biztos, hogy ez működni fog. Csak hosszú távon, amikor az van, hogy neked tehetséges játékosait vannak, akik egyébként jól érzik meg a labdával, és akkor az van, hogy te figyelj, labda nélkül fussál most egy ilyen fél órát, és akkor majd, ha te zónádba ér, akkor majd vedd el a játékostól, ez nem biztos, olyan annyira motiváló. És hogy ez a kettő együtt, ez szerintem mindig azzal jár, hogy akkor egy idő után ez elfárad. És akkor az van, hogy hát, a játékosokat kezdte elveszíteni, a játékot sem túl látványos, tehát pont ez, amit mondok, hogy játékban is mutas valamit, fenntartható eredmény, és akkor vége. Miközben ő tényleg régen egy, egy abszolút az új menedzsert képviselte. nem értett mindenhez, de elképesztően nagy taktikus volt, meg ugye a, top, a portugál taktikai periodizációnak a, a, híve, de ugye people managementben, vagy ember managementben, meg aztán csillagos ötös. Csak közben meg most szerintem Mourinho, tényleg ez a 61 éves mester, most én idézőjelbe rakom, annak minden ilyen negatív áthallásával, aki egyébként a Fenerbácsinál biztos, hogy úszni fog abban, hogy akkor szeretik őt, meg, meg rajonganak érte, és azt nagyon szereti, meg nagyon kell neki, és akkor ő is mondom, tehát ezeket a gesztusokat fogja tenni majd a csapatban, és akkor innen ez az égből egy házasság, de hogy közben nem egy top edzőnek így az egyik ismérve. Nem. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy ha mondjuk el kéne mennem sörözni bárkivel. És az én biztos, hogy a top háromban lenne, mert hogy ha? egy iszonyatosan jó fejember, egyébként szerintem Valószínűleg jó ember is igazából a gesztusait tekintve, ahogyan viszonyja más játékosokhoz, más edzőkhöz, más csapatokhoz is, ha, ha éppen nem az ő csapata van porondon. Nem, nem, ő, nem, ő, az, aki a tétet biztosítja az adott, adott környezetben. Szóval, hogy hát benne van szerintem az is, hogy még az első szezonban küldik a francba. Egyébként. Hát még az is lehet, hogy az első szezon sem tölti végig, meg az is lehet, hogy hát most végre egyszer talán a Chelsea óta lesz egy csapat, ahol kibírja azt a három szezont legalább. Beszéljünk a Napoliról és Antonio Conte-ról. Conte utolsó csapata a Tatarán volt. Emlékszünk-e még, emlékszünk -e még, hogy mi történt a Tatarennél Antonio Conte-val? Azon kívül, hogy ez az a szezon volt, amikor kezet fogott Tomás Tuhel és Antonio Conte. Oh, én. Én még a Chelsea vezető edzője volt, volt anno. Ez ugye 2023 márciusában járunk, ahol egy, egy döntetlen mérkőzés után kifakadt Antonia Conte a sajtótájékoztatóján, majd a válogatott szünet alatt megköszönték neki a, a, a munkát, és távozott a tatelemtől. Hát szerintem amúgy, tehát így, így, az évszámot tekintve, nem tűnik olyan réginek, de annyi minden történt, hogy Igazából számomra az a kérdés, hogy mi tartott ilyen sokáig, hogy Antonia Conte végre leüljön valahova egy kis padra? Egyébként igen. Más, egyrészt, hogy ho, ho, ültessék már le végre valahova, másrészt, hogy amikor Rüdi Garciát kirúgták a Nápolitól, akkor már cikkeztek arra, hogy Antonio conte majd biztos meg fogják szerezni. Akkor nekem az volt az elméletem, hogy nem lesz oda az a pénz, nem, nem tudják megfizetni. Most ehhez képest, hogy volt rá az a pénz, csak aztán, csak aztán így, így, mennyire fog ezeket összeilleni. Ez a nagy kérdés. Hát ugye a legtöbb kritikát általában Antonio Conte a nemzetközi szereplései miatt kapja. Hát az idén nem lesz jövőre, de úgyhogy nyugi is látszok. Hát, ezért nem lehet majd kritizálni. Mi az, amit, mi az, amit biztosak lehet... Így beleszállni a nápoli szurkolókba. mi az, amivel biztosak lehetnek a nápoli szurkolók? 3-5-2. Ez tuti, 3-5-2, és egyébként vonalon megrajzolt mozgások. Ez ami Antonio Conté-tól egyébként várható, ezt az öltözőbe is üzenem, tehát hogyha valaki tud olaszul, akkor fordítsa le a, a kedves közönségnek. Hogyan jutottunk el egyébként Antonio Conté-hoz, Rüdi Gárciától vagy Spalletti-től? Mert hogy ugye Spalletti bajnoki cím, elvonul pihenőre, hogy utána előjön az olasz kispadra, de mindegy, erről majd az EBS adásokban beszélünk. Rüdi Gárcia megkapja a lehetőséget, aki ugyan a bajnoki szintől nagyon-nagyon távol van, vagy a bajnoki esélyektől borzasztóan távol van, de mégiscsak egy bajnokok ligája pozíción tudja tartani ezt a, ezt a Napolit. Majd ugye jön az oszimenes Balhé, ami egy kicsit a klubvezetéssel, meg a social, a social brigáddal is összeköthető. Lényeg az, hogy Rudi Garcia elveszíti az öltözőt. A játék, hát <laughs> euh, mondjuk úgy, hogy nem szép, de, de olykor eredményes euh, tudott lenni. Cserébe csúnya. Cserébe, cserébe csúnya, de, de, legalább, de legalább egész korrekt. Uh -huh. Magyar Mazzari, akinek a formációi elképzelése az nagyon hasonló egyébként Antonia Contéhoz. Nyilvánvalóan az alkalmatlan a, a jelenlegi keretre. Tehát, nyugodtan ki lehet mondani, belső védoposzta abszolút nincsenek meg. Karácz Helia egyáltalán nem működött ebben a második csatár megoldásban. Néhány mérkőzés alatt ugye ez gyorsan ki is derült. Összeszedett hat győzelmet, Három döntetlen és nyolc vereséget Mazzari. Majd jött akinek a játék stílusa egyébként sokkal inkább Spallettihez hasonlítható. És történtek is ebben az irányban előre lépések, de az eredmények elmaradtak. Hár, hogy győzelem, 9 döntetlen, 4 vereség. Három győzelem Káczóna részéről. Mindenképpen kellett valaki, aki, aki rendet tesz egy kicsit. És hogy miért? Mert hogy Zelinski távozik az interhez, ez fix a következő szezonban. Ugye Dilorenzo, és az ügynöke azért elég hangosan mondja, hogy mi megyünk, mi megyünk, mi megyünk, Na hova? Na hova? A Juventushoz valószínűleg. De ugye De Laurentiis mondta, hogy de! Azt hittem a barszát hát mondani. Remélem, hogy oda nem oda fognak. De hát erre mondta De hogy de, hogy mentek és sehova? Hát itt van élő szerződés, itt a szerződés, gyerekek, nem megy sehova Di Lorenzo. És ott az Oszimen kérdés, ott a Kvárac kérdés, bár Kvárac Helia kapcsán azért elmondták, hogy Hát ők, ők a PSG-hez a francos oldalon, ja, igen igen, 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 Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy bármi is lesz, Kvárác helye marad. Már legalábbis Delaurenti szerint. És akkor egy ilyen, egy pocsajába beteszed Antonio Kontét, aki tényleg rendfegyelem, és a többi, és a többi, szerintem nagy mozgás lesz egyébként a Napoli környékén pont emiatt. Szerintem nem kompatibilis egymással a Conte és a Napoli vagy inkább úgy a Napoli vezetője, de Laurentis, meg Conte. Mm -hmm. Tehát, hogy ehhez ők szerintem túl erős személyiség mind a ketten. Most pont és volt egy a de La... kép egyébként, ezt majd bejátszom ide, bocsánat, ahol elmentek no. együtt ebédelni, és így ott állnak így, így egymás, egymás, tehát egymás mellettől sokan a Napoli vezetőségéből, középen van De Laurentis is. és Conte, és tudod, Conte egy ilyen, egy ilyen Lazult, de mégiscsak egy ilyen, egy ilyen karakteres mosoly, tudod? És egy kicsit De Laurentiis mellett ilyen feszengően fogja így a mobiltelefonját, és így Tudod, ez egy ilyen, láthatóan a képen is feszengés van, hogy most így itt állunk egymás mellett, és közben fotóznak minket. Igen, hát, igen, igen, igen. És igen. én ezt, hát, ezt hogy... várom egyébként, hogy Konte Ortibál, Deleuánetész meg majd így feszeng, aztán egyszer csak majd robban. Igen, és aztán majd robban. És ebben van a kulcs, mert hogy Laurentiis simán bemegy egy csapatnak az öltözőjébe, meg a félidői beszéd közben is. És Kontiért, ha ismered, akkor hát ő, ő valószínűleg nem fogja tudni ezt megengedni. És ugye Conte tudjuk, hogy viselkedik, ha mondjuk nem azt a játékos kapja meg, amit akar mondjuk mondrok itt a Tatemné Jet érted? Igen. Igen. Tehát, hogy Conte, ugye, amikor a tatánem volt, akkor ugye nagyon erőtette egyrészt ezeket a lejárt lemezeket, vagy volt játékosok, akik már nem annyira tudnak, és akkor így került Perisics. A tete nem ez. Emlékszünk mi Én például nem. Tehát, hogy tudom, hogy volt ott, de hogy egyébként így nem nagyon hagyott nyomat. Ennyire egy... nem volt rossz pedig Sics egyébként. Aztán nem, mondjuk. nem volt rossz, de hogy... De ugyanis az internet is Darmian kell nekünk. Darmian, Darmian. Igen. kell Igen, igen, igen. Tehát, hogy konténál valamennyire megvan az hogy amikor megérkezik, akkor azt mondja, hogy én kíméletlenül őszinte vagyok, és akkor ez volt az összes klubjánál, ez volt a tetenemnél is, és akkor ez a kíméletlen őszintesség, ez ugye nagyon ilyen toxikussá tud fordulni, mert egy kicsit olyasmi, nyilván most karikírozok, tehát hogy ezt ne vegyétek készpénznek, de hogy amikor belépő egy terembe, ő már férkézel a kiáratot fogja. Egy kicsit ilyen érzésem van már kontémmal. Tehát, hogy ez a... Igen, ha nem azt kapom, amit kérek, akkor el is vehetek innen. Tehát egy kicsit ilyesmi viselkedés van benne, hogy a ki, ha én nem, és hogy, és hogy szerintem az interjú is ilyesmi volt, amikor a Tatanemnél, hogy ott ugye kifakadt a játékosaira, hogy ez az önzőek, és nem a csapatét játszanak, és nem tudom mi, és hogy közben előtte ugye nagyon sokat védte őket, de hogy ugye edzőknél ez valamennyire ilyen bevált, hogy ezzel, ha nem sikerült bent megüzennem nekik, akkor majd a médiában megüzennem nekik, és hogy, és hogy amikor megérkezik Conte, akkor ez a kímeretlen őszintesség, ezzel a rendfegyelem, meg merev, háromvédőzés, meg taktikailag, akkor tényleg zsinóron húzzuk itt a játékosokat, ez ugye mindig működik. Másrészt meg ugye fizikai felkészítés, ez az, ami így, tényleg a csapataid így mindig felhúzza. Csak aztán idő, egy idő után, vagyis a Tatatánnél így főleg ez látszott, hogy szerintem az emberek így ráuntak, vagy a játékosai ráuntak arra, hogy, hogy minden edzésem ugyanazt csináljuk. És hogy egy kicsit már ilyen, ami az elején még ilyen szexi volt, az egy idő után már ilyen egy kicsit ilyen lapossá kezdett válni, mert hogy nagyon ismétlődött ez az egész. És akkor mondom mellettem, még ez a kíméletlen őszinteség, ez arról szólt, kicsit mint amilyen Mourinho is, vagy amiről beszéltünk Mourinho esetében, hogy egy idő után már egy kicsit, kicsit már sok, és hogy kicsit már többet kéne engedni ebből az egészből. Úgyhogy mondom, és akkor a keret még ott van az, hogy amikor a név volt, akkor neki az egyik ilyen bizalmi ember az, az Paratici volt, ugye a, a sportigazgató miközben meg ugye az elnöke meg nem is nagyon beszélgetett. És akkor az elnök mondta az, hogy oké, okay, akkor pénzt nem kapsz, és akkor Paraticsi meg neki azokat az embereket, hogy akkor Pericsics jó lesz, meg Jet Spencer, és akkor Jet Spencer soha többet nem láttuk. Tehát, hogy konténál van egy ilyesmi, hogy ez a vagy az van, amit én mondok, vagy igazából megbolykottálom ezt az egészet. És hogy De Laurentiis, meg Nápoly, tehát igazából egy olyan klubnál, ahol valószínűleg nagyon sok lesz az elmenő, és nagyon sok játékos kell hozni, ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy ez úgy tudnák átalakítani, ahogyan azt Conte szeretné. Úgyhogy ez valószínűleg idővel majd robbanni fog az a bomba. Amit ez tetszteni. nagyon fontos, nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy De Laurentiis gyakorlatilag a sportigazgató és a pénztárca egyben, aki egyébként, tehát ha kell, költ a csapatára egyébként. Tehát, hogy egy olyan, tehát, nem, olyan, tehát nem olyan fogához veri a garas, mint ahogy mondjuk a, tate, vagy a Tatelemnél volt igazából, és ott is ugye pont a stadionépítés után egy kicsit vissza kellett fogni a, a, a kiadásokat hanem itt arról van szó, hogy ha kell, akkor költ. És szerintem lesz is bevétel, mert szerintem Osziment nem sikerül megtartani. És valószínűleg drágán, nagyon drágán fog igazából távozni. Csak hát ugye kellenek, belső védők biztosan kellenek. Ha Di Lorenzo távozik jobb oldalra, biztosan kell védő. Kell új csatárt vásárolni, aki azért legalább rugdos néhány gólt, és vannak, tehát hogy Osziment tipikusan az a típusú csatár, aki jól tudna működni egy kontra rendszerben, Meglátjuk, lehet, hogy már lukaku a próbának mi ezután, hogy ö, ö, most mi a helyzet a Chelsea-nél, kedves ö, <gül> Lukaku? <laughs> lukaku a nápolyban. E emlékszel, emlékszel együtt dolgoztunk, lak? akkor nem akarsz újra velem dolgozni, igazából, Conte? Mondhat, mondhatja ezt, hogy nagyon sok helyre kell egyébként új játékost vásárolni, mert ez a keret tényleg jelenleg alkalmatlan arra, hogy ezt a játék rendszert be tudja futbolozni, és egyébként mondom, tehát mozgások és távozók is vannak, tehát kell költeni. Mindezt úgy... Hogy nincs bajnokok ligája, nincs Európa liga, nincs konferencia de a következő szezonban már a BS szereplésért kell küzdeni. És egyébként fordítsuk ezt meg, tehát hogy ez egyébként a lehetőség is, hogy azt mondod, hogy ezt a keretet, ezt Conte képére tud formálni. És ugye a Nápolynál legalább meglépték a hogy kineveztek egy sportigazgatót, tehát az, hogy igazából csak a pénz, vagy a pénztárc az csak az elnöknél van, ez részben igaz, de azért most ugye meghívták, vagy a Nápolyhoz került ugye Giovanni Manna, aki a Juventusnak a korosztályos csapataiban volt. Tehát, hogy nem tudom, hogy ő egyébként 35 éves. Tehát, hogy nem tudom azt, hogy egy ilyen ember beraksz Conte, meg Dalla Orendis mellé, és hogy ez mennyire fog menni. Nyilván nem tudom. Tehát hát valakinek sokkal kell tölteni személyseg. a papírokat, intézni kell a papírmunkát, meg kell írni az e-maileket. Tehát, hogy igen, tehát igen. Csak amikor, amikor van egy klub, aki erre a struktúrára, hogy akkor van sportigazgató, meg elnök, aki elég akaratos, meg Conte, nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ennek valamikor rövid távon vagy hosszú távon jó vége lesz.